Boldogan térhetett haza Géresi Krisztián a válogatottól, hiszen bemutatkozott a támadó azt követően, hogy egy évvel ezelőtt még a visszavonuláson gondolkodott. Természetesen ő is bekerült Hornyák Zsolt kezdő 11-ébe. Nagy változás nincsen a legutóbbi Fehérvár elleni összeállításhoz képest. Ezúttal a védelemben Dajcs váltja Nagy Zsoltot. Dajcs az U21-es EB valamennyi találkozóján pályára lépett. A másik oldalon is van olyan játékos, aki szerepelt a magyar válogatottban, Cseri Tamás San Marino ellen kapott lehetőséget, és azóta egy pici pihenőt is, úgyhogy most szintén számíthatnak rá. Pintér Attila a kezdőcsapatba is jelölte. Itt két változás az előző körhöz képest. Rui Pedro és Nagy Dániel helyett ezúttal Krien és az eltiltása után most visszatérő Butov kap lehetőséget. Érdekeset nyilatkozott egyébként Pintér Attila, aki azt mondta, hogy szerinte a Puskás kerete az egyik, ha nem a legjobb Magyarországon. Talán ez némileg azzal a szándékkal is hangzott el, hogy pici terhet rakjon a hazaiakra. Nagyon-nagyon rutinos, dörzsölt szakember. Korbu. Spandler. Nem igazán támadják. Dajcs. Spandler. Géresi. Szemben a kapuval. El is lövi. És be is lövi. A 9. percben megszerzi a vezetést a Puskás Akadémia. Géresi Krisztián pedig folytatja a jó formában produkált góljai sorát. Nem támadják, ellövi, Szappanos pedig nem ér le. Itt van, átteszi a bal lábára, és nagyon szépen lövi be a jobb alsóba. 1-0. Az egy luft. És ebből indulhat most meg a Puskás Akadémia. Kis tette tovább, Géresi, középen pedig Nezevics, 2-1 ellen. Nagy védekezés, de Géresi megpróbálhatja megint, és ez Slagvernek jó. Óriási védés. Közel volt a Puskás a 2-0-hoz. Ez szó nincsen lesről. Cseri tovább. Érkezik a beadás. Veszélyesen! Jurina az első mezőkövesdi helyzet. Ez egyértelműen egy komoly sansz. Picit megpattan a beadás, és Jurina nagyon jól érkezik, de nem tudja úgy csúsztatni, hogy ez be is menjen. De övé az első sansz a vendégektől. Szép játék. Krien. Egyből előre rúgja. Cseri. Vadnai. Most tud segíteni támadásban. Besirovics vissza. Cseri. Át a másik oldalra. Szép meglátás. Pontos labda. Beközépre. Vadnai fejjel. És Tóth véd óriásit. És ez talán még nagyobb helyzet, mint amilyen Jurináé volt. Jó fejes, de középre megy, és így Tóth eléri. Fanniv. Szép fordítás a másik oldalra. Dajcs. Butov veszi el tőle, ráadásul szabályosan. Zsanyunyes. Géresi pedig ezzel meg is indulhatott Pilár mellett. Géresi, jó cselek. Beközépre. Még egyszer. De kint volt. Egyből jelzett az asszisztens, kint volt már a labda teljes terjedelmével, úgyhogy nem ér a találat. Itt van, hogy teljes terjedelmével kint a labda. Íme. Vadnai. Így is támad a mezőkövezés, és lehet, hogy most erre fázik rá. Knezevics hozza el. Knezevics gyorsít fel, Kis Tamásról óriási tempóban, meg Slagver is most eljut Kishez, de nem tudja berúgni. Ezúttal már eljut Kishez, de ez egy nagyon nagy mentés. Ezúttal Vadnait lehet dicsérni.
Egy ívelés előre, Besirovics nem volt lesen, lefejeli. Nyújes rúgja ki. Vadnai. Jurina vissza. Nincs lövés. Vutov tovább. Szép perdítés, Besirovics. Nem találja el a kaput. Konkrétan a 16-oson is kívül ment ki. Cseri. Géresi határozott, és lefújja a játékvezető, akkor pedig ez egyértelmű gólhelyzetben elkövetett szabálytalanság és piros lap. Pillárnak kell leballagnia, nem is igazán reklamál. Itt az a nagy kérdés, hogy előtte Géresi szabálytalankodott-e Pillárral megítélésem szerint. A mérkőzésnek harmadik percében. Egyből piros tehát Pillárnak. A 17-es számú játékosa Pillár Ruben. Éppen, hogy még a 16-oson kívül, ugye ezért piros. Ha belül lett volna, mivel a labdát próbálta megjátszani, akkor az csak 11-es és sárga lap. Valóban nem talált el a labdát. Itt pedig a Géresi elpöccinti, szerintem jó döntést hozott a játékvezetői csapat. Ki tudja egyből használni az emberelőnyt, bár pont talán egy ilyen szabadrugásnál az emberelőnyen nagyon sokat nem számít a Puskás Akadémia. Knezevics fölé, lehet, hogy mellé is. Fannyiv. Szolnoki. Farkas, rossz helyre fejeli, Kis. Nagy meglátás, Dajcs. Dajcs lő, szappanos véd. Stakfer. Fannyiv. Szolnoki. Lisek. Érkezik a beadás már. Baluca és szappanos. Így, hogy szappanosnál a labda most már nagy jelentősége nincsen, még ezt megelőzően. Itt Dajcs a váratlant húzta, hiszen nem bepasszolta, hanem lőtt. Nem lett gól belőle, úgyhogy nagyon nem lehet megdicsérni érte. Plisek. Stakfer. Stakfer gyorsít fel. És adja be lágyan. Géresi fejjel. De rosszul. Jó az! Tóth! Megy Rui Pedro. Beközépre. Jurina küzd, és aztán Dajcs fejeli ki. Tóth! Dajcs. Fannyiv. Meglátja és... meg is találja Slagfert. Laposan középre, Baluca. Hosszú idő után egy komoly Puskás Akadémia lehetőség. Nem volt rossz kísérlet Balucától. Juri nem megy be középre. Nagy kiáltás. És lent is marad Vojtus. Most már talpon, de az a válasz annyira azért nem néz ki jól. Talán nincs nagy baj. Minden esetre most Szolnoki teszi tovább. Fannyiv. Nem tudja kinyújtani a karját konkrétan Vojtus, de azért fut. Spandler. Csak hogy fut sprinttel. Tótot támadja. És ezzel lehet, hogy Slagfer ki tud lépni. Így bizony, előnyszabály, Slagfer teszi be középre. Baluca helyzetben, Baluca forgolódik, mellé megy. Géres üvölti le a fejét, hogy miért nem passzolta tovább, elnézést is kér Baluca.
ez már csak a vége, nem annyira volt az előnyszabály, mint pusztán csak mehetett tovább, de ez egy rossz lövés. Úgyhogy még mindig 1-0. Fanny. Géresi. Rui Pedro ért most vissza. Baluca ki a szélre. És egy távoli lövés Fannyivtől. Nem talál kaput. Kaftaradze. Nagy. Betekeri. Most a csúsztatás. És a lövés. Tóth hatalmas védése. Oda kerül hozzá félfordulatból, és ez egy nagyon nagy védés. Jön a szöglet. Cseri. Nagy Dániel, ő nem meri egyből ellőni. Nagy. Hát a másik oldalra. És azt még Cseri megpróbálhatja elérni. El is éri. Cseri. Egyből középen Rui Pedro. Nagyon szépen lép megőrzőjét Rui Pedro. De nem találja el a kaput. Fannyv. Szolnoki. Szolnoki. Slackfer kapja. Beközépre. Baluca gól. Itt a vége. Valószínűleg az utolsó momentum a meccsnek, hiszen ebben a pillanatban a játékvezető le is fújja a találkozót. Baluca alakítja ki a 2-0-ás végeredményt, a Puskás pedig így magabiztosan nyer, de hogyha az egész meccset láttuk, és nem csak az eredményt, akkor érezzük, hogy bármennyire is emberelőnyben játszottak a hazaiak, ez egy nagyon izgalmas meccs volt, mert a Mezőkövest még egyel kevesebb játékossal is hatalmasat küzdött, és több komoly gólhelyzetet is kialakított az utolsó 10 percben. De a végre teljesen elfáradt a vendégegyüttes, nagyon kitámadott, és ezt a hazai csapat egy újabb góllal kihasználta.